Charlie, majom a családban. Magyar hangok. Schnell Ádám, Orosz Anna, Németi Mari, Karácsonyi Zoltán, Gerő Botond, Laudon Andrea, Dallos Szilvia. Charlie, majom a családban. Charlie majd megoldja. Ha? Charlie, el a kezekkel a termosztáttól. Már most is szaunában érzem magam. Még egy fok és pucéron reggelizünk. És ezt senki sem akarná. Jó reggelt, Hoppe asszony. Itt a vendége. Jó reggelt, Hoppe asszony. Bréd úr, pontos, mint mindig. Remek. Gyere, Otello, egyél. Mondd csak. Hogy már ilyen korán úton vagy? Megbeszélésem a Rukival, és gondoltam, előtte meghívatom magam nálatok egy jó reggelire. Értem. És ezért ez a nagy felhajtás? Nem tudom, miről beszél. A bevert tojás általában ünnepnapon szokott lenni. Jaj, doktor úr, igazán nem panaszkodhat. Kitalálom minden kívánságát. Hoppe asszony, lehetne egy kicsit csípősebben? Kaphatok még egy kis kájemborsot? Hogyne, Bréd úr. Köszönöm, Hoppe asszony. Te meg hogy nézel ki? Légy szíves, fésülködj meg. Megfésülködtem. Nem nagy sikerrel, ahogy elnézem. Így a jó. Ezt ki mondta? David Beckham. Ja, az a focista. Nagyon jó arc, ugyanolyanra neveztem, mint az övé. Jó, ezt azért még megbeszéljük, jó? Engem hívnak. Felcsaptál Jósnak, vagy mi? Tegnap megbeszéltem Félixel, hogy felhív. Még a tanfolyam előtt. Charlie. Hányszor mondtam már, hogy nem szabad. Hello. Gyere, nem, csak valaki másnak hittelek. Persze, itt van. A nagyé. Jó reggel. Szia, mama, történt valami? Jó reggel. Nem csak a korai időpont miatt csodálkozom. Na jó, mesélj, Mizu és Majorkán, jól vagytok? Jaj, én is sajnálom, hogy tavaly nem jött össze. Igen, talán idén. Nagy újság? És mi az a nagy újság? Tényleg? Nagyon gyere, Jonas! Szia, Charlie! Sziasztok! 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 Pápa! Valami baj van? Jönnek a szüleink. A szüleink? Uh-huh. Ez nagyszerű hír. Végre megismerhetem a szüleiteket. Mikor érkeznek? Holnap. Mi felénk más a lelkesedés. Ja, holnap. Nem is örülsz neki? De. Dehogy nem. Nem, nem kell semmi. És ha igen, majd beszerzem magam. Persze, hogy menni fog. Nem vagyok olyan öreg, hogy ne tudjak bevásárolni. Le kell tennem. Adilo! Még az istállót is ki kell takarítanom. Nem is vagyunk épp fiatalok. Nem hagyjuk magunkat. Nem igaz, Adilo? Igen, jaj, mi ez? Mutasd, mi van? Mi van a lábaddal? Elviszlek az orvoshoz. Ne félj, kicsim, nem fog fájni. Jó napot. Jó napot. Mi
Mióta hány rendszeresen, Bonnie? Úgy egy hete, és csak legel, mint egy tehén. Na, lehet, hogy túl sok a sava. Megpróbál megszabadulni tőle. Uh-huh. Az jellemző az anyámra. Uh-huh. Ajtós túl a házba. Hogy megkérdeze, alkalmas-e, fel sem erül benne. Úgyis mindig itthon vagyunk. Max, ez elvi kérdés. És ha elutaztunk volna? De nem utaztunk el. A hőmérséklete normális. És mikor szokott hányni, evés után? Azt nem tudom megmondani. Uh-huh. Holnapra kitakaríthatom az egész házat. Hoppe asszony, egy hete tavaszi nagy takarításban van. Egy porszám sem menekült. Anyám megtalálja azt is, ami nincs. Igen, valóban egy kicsit kemény a pocakja. Most csak egy fájdalomcsillapítót adnék. Uh-huh. És jó lenne, ha legközelebb hozna egy kis mintát a székletéből. Igen, rendben. Szóltál már a vendégszoba miatt? El van intézve. És miért nincs még fenn a függöny? Estére a helyére kerül, asszony. Jó. Véleményem szerint Bonnie panaszai valami étel összeférhetetlenséget jeleznek. Uh-huh. Igen, vagy az epéje. Mi szól az én diagnózisom ellen? A világon semmi, ez csak egy másik lehetőség. Még hogy plug and play, ilyen csak a reklámban jön össze. Menni fog. Ruki, ne parázz már. Látod? Fenn vagy a neten? Na, na. Megnézem a leveleimet. Így. Uram, atyám, mindenkinek te kell lesz. Az zöme üzleti ügy. És a többi? Hallottál a szívem.de oldalról? Ez valami társkereső oldal. Uh-huh. Kell ez neked? Mi az, hogy kell? Jól szórakozom. Keresel magadnak valakit? Ruki, mindenki így van ezzel, vagy nem? Vagy életed végéig egyedül maradnál? Nem, persze, hogy nem. Tudod mit? Mindjárt összedobunk neked is egy profilt. Na, azt már nem. Jaj, ne nyavajogj. De én... Nem, Markus. Mi az, beijedtél? Mióta kritizálsz a pácienseim előtt? Mm. Mióta nem mondhatom el a véleményemet? A véleményedet mondtad? Tudod, de nekem valahogy másként hangzott. Mondd, miért vagy ilyen érzékeny? Én? Van ennek valami köze a szüleid látogatásához? Ne tered másra a szót. Jaj, Katarina, én annyira örülök, hogy ide jönnek. Mióta is élnek már Majorkán? 3-4 éve? 6. 6 éve, és még egyszer se tudtuk meglátogatni őket, most meg ide jönnek. Ez nagyszerű. Á, jó napot, asszonyom! Schmidt! Parancsoljon! Az életem egy rémáló! Azt hiszem, kora depressziós lett. Valóban? Mm. Úgy gondolom, hogy akkor ez inkább Henning doktor esete. Ő sose veszíti el a derülátását. Itt hagyhatlak, ugye? Hogy ne szívem? Holnap kora reggel itt is lesznek? Nem, mindent kérünk. Az utolsó zubnak is ragyognia kell. Aha, az ablakpucolás is benne van az árban. Remek. Minél előbb, annál jobb. Ablakpucolás? Most bíztam meg egy takarító céget. Mire anyám ideér, mindennek rendben kell lennie. De hát... Csak tehermentesíteni akarom. Először is. A pincétől a padlásig mindent most takarítottam ki. Másodszor, ezek szerint nem bízik benne, hogy el tudom látni a háztartási teendőket. Ne értse félre, erről szó sincs. Hát akkor miről van szó? Nem ismeri az anyámat. Porszemeket talál olyan sarokban is, amikről fogalmunk se volt, hogy léteznek. Minden sarkát ismerem a háznak. De nem ismeri az anyámat. Charlie, a te házikódat is ki kell takarítani. A mamája azt is ellenőrizni fogja? Aj, hoppá, asszony, kérem. Én hallgatom majd a litániát. Mozgalmas napoknak nézünk el, Ébe. Dönhoff néni, jó napot. Talán Adilo beteg? Jó napot, Katarina. Adilo nincs jól. És elgyalogolt egészen idáig? Mm-hmm. Nézd csak meg magad is. Hogyne? De miért nem hívott fel? Azonnal kimentünk volna. Atyaj, legalább sétáltam egy jót. Oké, különös kívánság? Hát szóval
Gyerünk, Ruki, minél jobban leírod, annál kisebb lesz majd a csalódás. Nekem elmondhatod, nem árulom el. Hát jól van, néhány dolog azért persze lenne még. Ne legyen magasabb nálam. Karcsú, vagy sportos alkat, és a legfontosabb, hogy legyen humorérzéke. Viccelődni itt vagyok én. Ne mondd. Na mi az, folytasd, most kezdesz belejönni. Azokat a pasikat szeretem, akiknek kicsit hosszabb a haja. Olyan, mint az enyém? Pontosan. Foglalkozás? Jó lenne valami természettel kapcsolatos, de legalábbis valami természethez közeli, nem olyan otthonülő. Na jó, ezt másként fogalmazzuk meg. Legyen természetkedvelő. Kifejezetten természetkedvelő. Jó. Hát meg kell hagyni, Ruki... Van ízlésed. Köszönjük, hogy minket választott. Egészen üreges a patája. És ez mit jelent? Pataírhagyulladás. De hát mitől van ez? Baktérium okozza. Baktérium? És honnan jönnek ezek a baktériumok? A székletéből. Az emésztéshez kellenek a baktériumok, de ha egész nap benne áll, akkor... Adilo, istálója mindig patyolat tiszta. Az üregek tele vannak ragacsos masszával. Ha nem állítjuk meg sürgősen, az egész patája szét fog esni. És akkor mi lesz? Mit csinálunk most? A pata érintett részeit eltávolítjuk, a többit fertőtlenítjük, és megnézzük a laborban, hogy megtelepedtek-e rajta. Legyenek szívesek. Pontosan... Írják fel, hogy otthon szóról-szóra követni tudjam. Dönhoff néni, ha ezeket a tamponokat nem cseréli naponta legalább egyszer, akkor az egésznek nem lesz semmi eredménye. És? Tudja, még nekünk, tapasztalt állatorvosoknak is komoly feladatot jelent ez a procedúra. Tudod, hogy milyen kemény fából faragtak? Nem tartom jó ötletnek, hogy Adilót hazavigye. Már hogy ne vinnélek haza? Dönhoff asszony, amíg nem tudjuk, hogy megfertőződött-e gombával a patája, nem megy sehova. Tényleg jobb lenne, ha itt maradna. Egyben mindjárt megvizsgálhatnánk a szívét és a veséjét is. Lehet, hogy igazad van. Persze, hogy igazam van. Most jöjjön, hazaviszem. Anya! Miért nem szóltál nekem? Már mindenütt kerestelek. Mi az? Aztán már engedélyt kell kérnem. Jó napot, Katarina. Szervusz, Rita. Milyen régen láttuk egymást. Hogy egész vagy? Jól. Hogy kerülsz te ide? Na, mit tippelsz? Ez egy állatklinika. És amint látod, ide találtam egyedül is. Nem kell a segítséged. Egyedül is el tudtam hozni Adilót. Jaj, anya, hagyd már ezt abba. Te meg hagyj engem békén, nem kellene folyton a nyomomban járnod. Épp most akartam hazavinni anyukádat. Most már itt vagyok. Egész úton hallgathatom, hogy milyen tehetetlen vagyok. Köszönöm, nem! Anya! Jaj, mi történt? Nem ismerek rátok. Jaj, Charlie, legalább neked nincs kifogásod ellenem, vagy mégis, na halljam. Nem értem én ezt. Mégis mit képzel? Kicsoda, Hope asszony? Semmi. Hol van Hauser doktornő, kész az ebéd? Valahová elment, de mi azért tehetünk. Jó. Biztos nem is akar itthon enni. Már miért ne akarna? Lehet, hogy nem ízlik neki a főztöm. Most viccel, Hope asszony. Köszönöm. Katarina mindig is azon siránkozik, hogy nem tud egy grammot se leadni, méghozzá a maga remek főztje miatt. Arra gondoltam, hogy a doktornő szülei megérkezésének tiszteletére sütök egy kis almát. Én biztos nem beszélem le róla. Nem. Már nem akarok. Mi? Az én süteményem biztos nem lenne elég jó a vendégeknek. Mondja, Hope asszony, mi történt, hogy ilyen badarságok jutnak eszébe? Nem is tudom, hogyan fogalmazok, mert hogy... Tudja, hogy mit csinált? Megrendelt egy takarító brigádot.
takarítókat. Az van, hogy amióta megtudta, hogy ide jön a mamája látogatóba egy kicsit, mit kicsit, iszonyúan ideges. Miért? Azt hiszem, hogy a mama nagyon háklis. De hát a doktornő egy felnőtt nő. Miért kell idegeskednie amiatt, hogy az anyja még oly háklis is? Sejtelmem sincs. Valahogy nem tud túllépni ezen. Nekem sose volt ilyen gondom az anyámmal. Anya azt állítja, hogy körbeugrálom, pedig csak segíteni szeretnék. Már nem győzi a sok munkát. Anyukád mindig erős asszony volt. És kicsit keményfejű. Igen, és bármennyire is nem akarja belátni, bizony ő is öregszik. Hát igen, sajnos mind öregszünk. Rolffal 3 éve költöztünk el, és neki is építettünk egy kis lakást, de azt hiszed, hogy hajlandó volt akár csak megnézni is? Egyes egyedül abban a házban. Tudod, milyen nagy? Bizony nagy. Az istállók, az óriási telek, és mindez az ő korában. Mi baja van Adilónak? Fertőzés az istállói higiénia miatt. Azt hiszem, hogy anyukád nem tud már gondoskodni róla. Igen, valakinek mindenképpen beszélnie kell vele. Mit gondolsz, nem hallgatna rád? Mindig jól kijöttetek egymással. Ha akarja, szívesen elvállalom. Ah, Wolf úr! Igen. Csak nem hallgatózott. Nem, csak boldogan segítenék. Oh, maga? Miben segíthetek? Már elfelejtette, megbeszéltük, hogy jövök. Oh. Igen, megígérte, hogy keres diétás tápot Kónónak. Ja, persze. Szia, Katarina. Rita, még beszélünk, jó? Vigyázz magadra. Alkalmas most? Jöjjön csak. Félix nem telefonált. De, nézd meg, felírtam az üzenetet. Lili, az ebéded. Hé, nagyfiú. Rossz jegyet kaptál matekból? Nem, rosszabb. Anyu ma elvisz a fodrászhoz. Ajaj. Nem akarom levágatni. Szerintem így jó. A mama miatt. Ne búsulj, egyél valamit. Kérsz egy csésze teát? Köszönöm, igen. Azt már el is felejtettem. Rita mindig ilyen szupermodern vacakokat vesz nekem. Mi lett ezzel? Rátettem a tűzre, hogy a régi teáskannát. Nagyobba is lehetett volna belőle. Veled is történik baleset. Te is azt hiszed, hogy nem győzöm egyedül a háztartást, mi? Mert megöregedtem, nem? Mind öregszünk. De még az is könnyebb, ha nem vagyunk egyedül. És Rita mondta, hogy szívesen magukhoz vennék, külön lakása lenne náluk. Egész életemben egyedül gondoskodtam mindenről, mióta csak az eszemet tudom, és amíg csak fel tudom emelni a kezem, addig ez így is marad. Dönhof néni, nem magáról van szó. Adiló beteg, mert már nem képes megfelelően gondoskodni róla. Rita küldött hozzám? Ezért beszélsz ilyen marhaságokat? Ismer engem már gyerekkorom óta. Azt hiszi, képes lennék rá. Köszönöm. Akkor viszontlátásra. Köszönöm. Belenézek, az nem számít. Beérkező levelek. Hát ilyen nincs. Tomás szeretne megismerni téged, ha te is szívesen... Johan szeretne megismerni téged, ha te is szívesen... Szia, Ruki! Szia, Markus! Ha kell, adhatok még a gyógynövényekből. A vevőknek nem kellett mind.
Hé, csak úgy nyüzsögnek a rajongók, mi? Hű, nem is hittem volna, hogy ilyen népszerű leszel. Ez meg mit jelentsen? Bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy én egy hét alatt nem kapok ennyi levelet. Na, kell, átadom neked mind. Azt hiszem, nagyon csalódottak lennének. Ha engem kérdezel, egyik sem felel meg az elképzeléseimnek. Türelem, ez még csak az első nap. És az utolsó. Tedd meg azt a szívességet, hogy törlöd a profilomat. Nincs időm, hogy elárvult magányos szíveket pátyolgassak. Várd ki a végét. Hagytam, hogy rádumálj, de ennek vége. Valahogy olyan furán érzem magam. Jól van, jól van. Na, sportos nőt keresek, gyerek, nem akadály. Pillanat. Nem tudom, mi baja van. Nagyon jól néz ki. Charlie, óvatosan! Ó, még tönkre teszed. Én csak... Ó, hoppe, asszony, kellemes estét kívánok. Azt hittem, hogy ennél rondább figurákat még sose látott. Ki mondta ezt? Ezt maga mondta. Pontosan tudja, hogy miért teszem most ezeket ide. Mert a mamájától kapta, és mert sosem merte megmondani neki, hogy milyen rémesnek találjak. Ezért a születésnapjára mindig kap egy újabbat. Tudom, hogy rég szólnom kellett volna, de nem tettem, ezért állítom most fel őket. Istenem, csupa por mind. Ha, tudja, a rend meg a takarítás nem az én erősségem. Szép estét! Magának is. Jaj, Charlie, az Isten szerelmére! Most még a hűtőt is ki akarod takarítani? Szó sincs róla, csak enni szeretnék. Ah. Persze, anyám biztos találna kifogásolni valót a hűtőkkel kapcsolatban is. Jó, de azért most már fejezd be a pakolást. Nem tudod, milyen az, amikor az embert a saját anyja szekálja halálra. Állandóan szidott valamiért. Az anyák már csak ilyenek, de sosem akarnak rosszat. De miért kritizálhat engem? Én bezzeg őt sose? Ezt senki sem mondta. Amikor megkaptam az állatorvosi diplomámat, akkor se titkolta az elégedetlenségét. Jobban szerette volna, ha igazi orvos leszek. Mindig is arra vágyott, hogy beteljesítsem az álmait. Nem sejtettem, hogy ennyire fáj. Ne aggódj, azért szeretem. Pedig, ha akar, nagyon kedves tud lenni. Na látod. És ha felbosszantana, akkor itt vagyok én. Te legalább nem vagy zenebolond, mint a volt férjem. Ennek most örülnöm kellene? Hát csak azért, mert nem indulsz eleve rossz lapokkal. Hát, ez a sorsom, mindenki kedvel. Azért ne bízd el magad. Elő vagy utóbb, talál benned kivetni valót. Bizonyára. Mivel kezdünk? Uborka? Uborka? Uborka, jó választás. Takarító ördögök. Maga hívta a takarító ördögöket? Nem, én aztán nem. Johann Schmitz, de szólítson csak Johnnynak. Micsoda öröm. Álljon kicsit félre. Mit csinálott? Egy zsírfolt, a legrosszabb fajtából. Egy pillanattal se hívott korábban a kelleténél. Fiúk! Anyám borogas. Nem lesz egy mézes bödön.
Igen, van benne fantázia. Maga meg kicsoda? Á, szép jó napot, Dönhoff asszony. Szánna rám egy percet a drága idejéből. Minek? Csak azért... Mert lehet, hogy ez élete legszebb napja. Mindjárt gondoltam, hogy el akar adni valamit, csak nem a lányom küldte. Nem. Nem vagyok ügynök, és nem ismerem a lányát sem. Akkor ki mondta, hogy itt lehet valami keresni valója? Hát a szimatom. Sajnálom, hogy csalódást kell okoznom. És most, ha megbocsát nekem... Jó, jó, tökéletesen értem én magát. Tisztában vagyok vele, hogy még rengeteg tennivalója akad. Rendet rakni, falazni, kifesteni, tapétázni. A gáz, a villany, meg az új vízvezeték. És persze a fűtés sem mai, még a régi NDK-s időkből való. Egy jó tanács. Ha mindez végzett, akkor álljon neki a tetőnek. A következő telet nem húzza ki ezzel. Az nem a maga gondja. Hát tényleg ebben a romhalmazban akarja leélni élete hátralévő részét? Miért nem választja inkább a kényelmes, nyugodt öregkort? Hm? Ez a romhalmaz az én otthonom. Mert ha rám bízza a dolgot, olyan helyre kis kéglit rittyentek belőle, hogy 100 évig állni fog. Azt akarja, hogy költözzek a lányomhoz? Hogy maga jó üzletet köthessen? Ez se rossz ötlet, a lányához menni. Bár ha lenne gyerekem, bizony én se bútoroznék hozzá. Otthonba. Nem. Manapság az ilyet már apartmanháznak hívják. A régi lepukkant öregek otthonához semmi köze. Na azért mégiscsak ugyanaz. Tudja, egészen másnak képzeltem. Olyannak, aki a saját kezébe veszi a sorsát. Gondolja át alaposan? De aztán minden szépen rakjon is vissza oda, ahol volt. Mi csak a nagyját csináljuk meg. A dekorációt magácskára hagyjuk. Dekorálást, hiszen minden szétkapnak. Ahol fát vágnak, röpül a forgács. Nagyszerű, végre sikerül elérni telefonon, erre kiderül, hogy jobb dolgod is van. Jó, hát akkor jó mulatást az új haverjaiddal. És nehogy félrenyeld a vacak tápászokat. Veled meg mi van? Félixnek már nincs rám ideje. Aha, el tudom képzelni, hogy az első hetekben van mit megszervezni. Igen, van ám. Például, hogy az új barátaival tapász bárban lógjon. Na, hölgyeim, így nem jutunk egyről a kettőre. Miért mindig nekem kell megértőnek lennem? Csak beszélni akartam vele, vagy már ez is sok lenne? És ezt neki is megmondtad már? Igen, többször is. És minden alkalommal össze is vesztünk. Nincs jó érzésem ezzel kapcsolatban. Aj, ne fesd az ördögöt a falra. Meglátod, hamarosan helyreáll a rend. És ha nem? Félix? Jaj, ne haragudj, tudod, hogy nem úgy gondoltam. Remélem, nem értettél félre. Szerelmes szívódás. Remélem, hamarosan magára talál. A fiúk felmásznának a majomházba. Ne tartsák vissza magukat. Ebbe beletörik a bicskájuk. Ott Charlie a főnök. Ne csinál, Charlie! Amint kész vagyunk, nem ismersz majd rá a házadra. Hé, te! Jól van, nem erőszak a disznótor? Gyertek! Oda bent is maradt éppen elég tennivaló. Ha.
Annyira örülök, hogy jobban vagy. Sajnos a laborvizsgálatok szerint a gombák már megkezdték a rombolást a pata felületén. De meg tudják gyógyítani, ugye? 5 napon keresztül kell kezelni gombaölővel, és ez elég fárasztó procedúra. Jó lenne, ha Adiló még egy pár napig nálunk maradna. Megcsinálom magam is. Még magadról se tudsz gondoskodni, hogy tudnád Adilót kezelni? Gyere, szépségem, most szépen hazamegyünk. Még mindig nem érted? Hallgass az orvosokra, és menjünk haza! Főzök neked egy teát! Nem hittem volna, hogy valaha is ilyet mondok a lányomnak. Légy szíves, hagyj engem békén! Rita, anyukád nagyon fél. Fél? Mitől? Hát az öregedéstől, hogy elveszíti az önállóságát mindentől. Épp ezért szeretném, ha hozzánk költözne. Ahogyan viselkedsz, csak dacossá teszed. Tényleg olyan rossz vagyok? Ugyan, hogy lennél rossz, de képzeld magad a helyébe. Te szívesen hallanád, hogy öreg vagy, meg tehetetlen. Ezt én sose mondtam. Na jó. A legjobbat akarom neki, mert szeretem, az anyukám. Pont azért olyan nehéz neki, mert te meg a lánya vagy. És most mit tehetnék? Mit ne tegyél, ne vállald fel az öregségének a terhét. Hagyd neki szabad kezet. Majd ő megtalálja a megoldást. Ruki, biztos vagy benne, hogy a laptopot is vihetem? Igen, biztos. Ja, rendben. Jó napot. Elnézést, de épp... zárni készültem. Már is? Tudja, a randevum van. Ez igen, pont olyan jól néz ki, mint a fényképen. Igazán ritka. Fényképen? Jó néhány randin túl vagyok már, és mind nagy csalódás volt. Pillanat, maga kicsoda? Johann Weiss. De ezt már tudja maga is. Küldött nekem egy levelet a társkeresőn. Hogy én... mondd, hogy ez nem igaz. Lehet, hogy ez valami félreértés? Maga nem tehet róla. Nagyon köszönöm, hogy eljött. Talán nem is jöttem hiába. De félek, hogy igen. Nagy kár. Azért megengedi, hogy odaadja. Fehér tulipánok, ez a kedvenc virágom. Tudom. Na jó. Én megyek is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. És mindjárt mehetsz te is. Ruki, ne haragudj. Ilyen nincs. Jól van. Anya! 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 Miért nem válaszolsz? Mi van veled? Egész életemben nem szorultam senki segítségére. És most tessék! Egyszerre mindennek vége. Semminek sincs vége. Az önálló életemnek igen. És nem kell tettetni, hogy nem igaz. Nincs már sok hátra. És én nem akarok a terhetekre lenni. Nem vagy a terhünkre. Szeretünk, és szeretnénk, ha velünk lennék. Most még jól vagyok, de pár év múlva mi lesz? Az állapotom csak rosszabb lesz, és nem jobb. Majd megoldjuk. Rita, nem költözöm hozzátok. Akkor találunk más megoldást. Én már találtam. Hm.
Jó napot, Wolf úr! Magda Dönhoff vagyok. Ha még áll az ajánlata, szívesen beszélnék magával, de lenne egy feltételem, az öregek otthonát felejts el. Az tuti fix. Tudna nekem szerezni egy kis lakást? Vannak ismerősei? Valahol nem messze, a Schliemannstrasse-től. Szeretnék a lányom közelébe lenni. Minél előbb, igen. Anya. Nincs vesztegetni való időnk. Szerintem a pajzsmirigy alulműködéséről lehet szó. Te mit gondolsz? Ki tudja, minden esetre vegyünk vért. Ne borotválja le! Jó, de akkor hogy vegyek vért? Holnap lesz egy kiállítás. Jessit most trimmelték. Rendben, akkor megpróbálok máshonnan menni. Egyébként példát vehetnél Jessiről. Na, hogy érted? Nézd, a hajad. Ugyanolyan frizurát csináltassak, mint Jessi. Szívesen megadom a kutya kozmetika címét. Köszönöm. Max, komolyan beszélek. Jonas is levágatta a haját. Neki nem volt más választása. Jól van, most már hazaviheti Jessit. Holnap utára meg lesznek az eredmények. Köszönöm szépen. Dönhoff asszony, nem, egyáltalán nem zavar. És sok sikert a kiállításon. Köszönöm. Jaj, de jó, hogy sikerült megbeszélniük. Ígérem, hogy a lehető legjobb helyet találom Adilónak, jó? Rendben, később még beszélünk. Viszlát, viszonthallásra. Na? Dönhoff néni kibékült a lányával. Érdemes volt rád hallgatnia. Ó, ugyancsak a kezdőlökést adtam meg, de örülök, hogy hallgatott rám. Hát nem is lehet nem hallgatni rád. Na-na. Az utóbbi időben, mintha némi ellenállást tapasztalnék. Ellenállás? Nem, még hogy én? Sosem erészem még. Felesleges az ellenállás. Egy valamit meg kell hagyni. A munka kevésbé volt hajszás, mint azt gondoltam. Maga tényleg kézben tartja ezt a vircsaftot? Mit nem mond? Ha elege lesz, nyugodtan térjen be hozzám. Alapvetően nagyon elégedett vagyok ezzel. Még szüksége lehet a segítségemre? Köszönöm, de ezután is egyedül takarítok. Ki beszél itt takarításról? Viszlát! Charlie, tiszta a levegő. Gyere, nézzük meg, mit csináltak ezek. Hm? Na, gyere. Charlie, sejthettem volna, hogy még több munka lesz vele. Atyavilág, itt meg mi történt? Ahol fűrészelnek, repül a forgács, és mondaná Johnny. Johnny? A takarítók főnöke. Jó pár remek ötlete volt. Tudta például, hogy a spenótfoltot egy nyers krumplival simán le lehet dörzsölni. Úgy látom, Johnny mély benyomást gyakorolt magára. Igen, nagyon szimpatikus ember. Minden esetre már sokkal jobb a kedve. És most mit csináljunk? Mi? Hoppe, asszony. Most nem hagyhat cserben. Nekem az volt a benyomásom, hogy ma már nincsen rám szükség, ezért aztán most elmegyek barátnőzni. Ne haragudjon. Bocsánatot kérek, hogy megkérdőjeleztem a kompetenciáját. Hoppe, asszony. A szívem mélyén tudom, hogy senki nem lenne képes ennél jobban irányítani ezt a háztartást. Tudja, jó ezt hallani. Köszönöm. Istenem! Istenem, Istenem! A szüleim egy óra múlva itt vannak. Menni fog? Hallottad ezt, Charlie? Megy az idő. Gyerünk! Bárcsak az anyám is úgy hallgatna rám, mint Dönhoff néni. Lassan az a benyomásom, hogy anyád egy szörnyeteg. Szabad? És én? Hülyeség. Anyám nem szörnyeteg. Kicsit zsarnok, de... Max, ez nem megy az ingethez. Melyiket vegyem fel? Mindenképpen valami semlegeset. Vegyél feketét, vagy mondjuk itt van ez. Feketét, nem temetés lesz. Hagyd a nyakkendőt. Anyám gyűlöl várni. Jó, de nyakkendő nélkül. Igen, légy szíves! Mi lesz már?
Jonas, Lili, gyertek gyorsan! Jó napot! Jöjjenek beljebb! Jó napot, Henning doktor úr! Egyszer már tegeződtünk, Helena. Igen, de a doktor úr olyan szép, még ha csak állatorvos is. Szevasz, Max! Végre megismertelek. De jó, hogy végre itt vagytok. Jaj, vigyázzon majd már! Én. Maga meg hozza a többit. Gyere, hadd öleljelek meg! Mintha fogytál volna. Jó is lenne. Ez valami csoda ez a ház. Egy igazi édenkert. Igen, én is megerősítem. És hogy milyen rend van itt, a házvezetőnőtök tényleg csodákra képes. Szó szerint így van. Hoppe asszony kincset ér. Gyakorlatilag családtag. Mama! Papa! Szia, mama! Szia, papa! Szia, jó! Te mekkorát nőttél? Már tavaly is ekkora voltam, mama. És Jonas, szia, te mama. Milyen fes vagy. De mondj csak, is. Mi az ott rajtad? Na, várj csak, majd én. Jó, jó, jó. Mindjárt eltüntetem, oké? Okay? Igen. És a lányom megint megvárakoztat. Nem, már itt is vagyok. Szervusz, papa. Katarina. Szia, anya. Jól nézel ki. Köszönöm. Bár, mintha kicsit sápat lennél. A vidéki élet jót tesz neked, nem is gondoltam. Te biztosan Charlie vagy. Na, rólad már rengeteget hallottunk. Ideje, hogy személyesen is megismerkedjünk. Nem tudom, mi bajod van. Anyád nagyon kedves. Csak egy apróság, Charlie. A fekete öltönynadrághoz a rövid ujjú ing sajnos egyáltalán nem passzol. Tessék, egy perc az első kritikáig. Oké, akkor most ígyunk egy kortypezsgőt a szerencsés megérkezésre. A mi kedvünkért, jaj, igazán nem jaj, kellene. Jaj, mama, ne már. Tudom, hogy imádod a pezsgőt. Na jó, engedek az erőszakra. Nem akarunk erőszakoskodni. Holnap reggel majd mindent megnézünk. Nagyon az fog tetszeni. Lesz. Te is kérsz kólát? Mi a gyerekek kólát isznak? Meg vagytok őrülve? Max, mondd, te tudsz sakkozni. Hát úgy mondanám, ismerem a szabályokat. Az nagyon jó, mert úgyse szeretsz veszíteni. Na jó, de azért... Akkor jöhet a nagy durranás. Jó, haj! Hoppá! Na, magyar szöveg Bán Szilvia, szerkesztő Németh Beatrix, hangmérnök Soltész Márton és Csomár Zoltán, produkciós asszisztens Fodor Eszter, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront az MTVA megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette.